Kossuth Zsuzsanna az 1848-49-es szabadságharc tábori kórházainak főápolónője volt, aki örökérvényű szellemi örökséget hagyott az utókorra. Ennek egyik fontos üzenete, hogy egyetértésben és csapatmunkával lehet eredményes munkát végezni. Közös erőfeszítéseik eredménye volt az az európai szemmel is elismert egészségügyi ellátórendszer, amit a szabadságharc idején a front innenső és túlsó oldalán is fel tudott építeni. De ugyanígy elmondhatnám azt is, hogy azok a személyiségjegyek, azok az értékek örökérvényűek a mai egészségügyi dolgozó számára, mint az empátia, az odafigyelés, a türelem, a szervezőkészség, és még sorolhatnám ezeket a nemes személyiségjegyeket. Az évforduló alkalmat ad arra, hogy megköszönjék az egészségügyben dolgozók áldozatos, sokszor embert próbáló munkáját. Évente megünnepeljük a Magyar Ápolónők napját, Kossuth Zsuzsa nevéhez fűződve. Jelenleg 1200 ápoló dolgozik a kórházban, és nehéz, de sikerül minden évben három olyan különleges ápolót kiválasztanunk, aki a munkája alapján méltóképpen megérdemli, hogy kitüntessük. A Kossuth Zsuzsanna emléklapot elsőként Blaskovicsné Gergely Gyöngyi vehette át, aki 1992 óta dolgozik a Vármegyei Kórházban. Azért választottam ezt, mert nagyon-nagyon szeretek az embereken segíteni. Én azt gondolom, hogy minden ember megérdemli. Amikor bajban van valaki, akkor igenis segítenünk kell neki. Gyerekkorom óta már ez bent volt az életemben. Nagypapámnak elvitte vonat a lábát, mind a két lába elveszett. Anyukám nagyon fiatalon meghalt, és mindig valahogy egy kicsit úgy éreztem, hogy segítenünk kell mindenkinek. Azt gondolom, hogy a betegek nagyon hálásak tudnak lenni azért, hogyha törődünk velük, és megfelelően állunk melléjük. Idén Szabóné Büki Ildikónak, a sürgősségi betegellátó osztály ápolójának, illetve Szabóné Péter Ildikónak, a pulmonológiai osztály szakasszisztensének adományoztak oklevelet.